közé tartozik, és jelen pillanatban neki nehéz felmérni az erőviszonyát. Uh-huh. Pedig egy szép reakció volt, hogy a Rikertől mindenki merek... Oho, mekkora bombokombo! Perks már is meghalt, Selfmade pedig csatlakozik. Azt hiszem, hogy eljöjjön is Riker az elmúlt... Nem tudom, rengeteg időben valószínűleg csak duo Q-ztak. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a med gyengébb lett? De így, mert anélkül nem állsz túl jól, és most ez nagyjából áfélre igaz, miközben jönnek Perksre, viszont ki fog tudni onnan ugrani, Kaiser ragadhat be, de jó, a kombó érkezik a kifárasztás Rikerre, majd pedig a Tartos ulti fejezheti be a karrierjét a váltétre, megjött Alfari, csattan a Kennen ulti, egy ember meghalt, eljön ott áll hátul zonyában, viszont a Riker addig egyedül van, eljön nem tud visszamenni, így pedig Rikerék egy kicsit túltolták, Unforgiven érkezési, meg nem hiszem, hogy túl sok mindent jelentene itt most, lassítja Alfarit, aki azt sem tudja előtt, hogy be akar menni, vagy ki. De végül most jobban jó execute ulti, amit most nem fog tudni használni Arbot ellen. De stunolni tudja elméletileg, de nem sikerült neki nagyon. Jön Labrov, fal hozzá, Gia Armutot, de toronyat kell dive-olni, és a háttérben kivégezte Eljoja a sebzés hordozó Kárzit, az pedig Eljoja mehet tovább nyugodtan. Selfmade-re fordul, nézzük, van elég sebzés, van bizony. Alfari nem tudja megmenteni, hiába jó, Labrov visszalöpi Armutot, de ezzel csak Alfari mentette meg gyakorlatilag. Itt most a Vitality beleszaladt abba a bizonyos pop-omba, amit biztos, hogy nem kértek volna. Nem tudom, lesz egyébként meccsembere szavazásunk, de én már most leteszem a voksom Eljojára. Nagyon-nagyon-nagyon magabiztos eddig a játék, amit mutat. 11-ből 10 gyilkosságnál ott volt. A többiek meg sem közelítik ezt a szintet. Nézzük, hogy meddig tud a Herald csapódni. Betul, Alfrednek kéne menekülni, ez már lehet, hogy elég sebzés. Igen! A protoővel kiegészül pedig biztos Perk szépen villanja ki Kaisernek a vasmacskáját, de ez csak egy kis javítás. Lehetne egyáltalán harcolni a Vitality. Ha Selfmade belopja és ő belehal, az még mindig rendben van. Na nézzük. Na, nincs meg, nem. Eljárnak nem remegett meg a keze, ugyanha belopja és belehal, az rendben van, de ha nem lopja be és belehal, az baromira nincsen. Miközben a háttérben ne felejtsük, hogy Armut érkezik Kárzinak a nyakára. Itt pedig hátra kell hagyni Labrovot, aki nem fogja minden sebzést. Armut egészen jól tűri egyébként, hogy lövült az ADC. Perks viszont menekülésre kényszerű, miközben Labrov ott hagyja a fogát. Perks ezt éppenséggel bírhatja, de nagyon kevés életerő marad. Semmit nem sebet Kaiserbe gyakorlatilag, és ezzel pedig valószínűleg véget fog érni az első mérkőzésünk. Alfrey-nak hiába van ultia, Armut! Rendesen beleverte Perksnek az arcát a betonba, miközben Kaiser az, aki csatlakozik, meggyilkolva áll. Sikerül. Pedig egy 1v1, két szint hátrány van, mégse 1v1, eljön megy be Alfrey-t próbálja elszűnni, nem sikerül, eljön még érne van a fal, nem a leghasznosabb, jöhet a négy felvonás, még észrevessége, kibírta ezt! Az a Diana, Selfmade-ről viszont ez nem elmondható. Alfrey-nak kell menekülni, nincs már ulti, ne felejtsük. És a háttérben meghalt Perks, jön ki a Karthus ulti, ami pedig a végzetét jelentheti a Vitality-nek. Még ezt túlélték, Alfrey-nak kell futni, nem, neki is annyi. Kárzi és Labrov ketten maradtak, viszont már csak a Nexus maradt a győzelem és a Mad Lions között. Kárzi próbálja kezdőről lövöldözni, meghalt Kaiser, de közben Unforgiven-ig be fogja kendeli. Kárzit is lehetett szedni, és az első mérkőzés győztese a Mad Lions. Ugyebár Giliusot. Pedig a sárkányt, na nézzük, Janek szan bent a buliban. Nem talált Fritz, éppensége nem nagyon tudnak bemenni, oda Amnit próbálják felszedni, nagyon szép az feldobás egyébként Trimbitől, és így Gilius már a halakkal vacsorázik. A sárkány pedig egészen jó helyzetben van, el tudja hozni végül komp, Janek is meghal, és most kezdődik a sebzés, még egy ember halott, Jesu nem tudja Trimbit sem befejezni, hiába flash-el utána, a W pedig nem talál, megint megúszta a rúg, de ezúttal hármat adott az eszki, ezért Jesu ugrik vissza, oda Amnit kéne lőni, nincs sebzésre egyértelműen, Marrang érkezésével pedig bajba kerülhet, de nem. Ebből bejött Marrang, jön a halál négy felvonása, két elég fontos ember van felült, miközben a háttérben Gilius menekül az életért, Fritz pedig odaadja azt a többiekért. Bernek ellenére Gilius is meghalt, és az egész eszkét letörölhetik. Éppenséggel ott hagyják Jessut a háttérben, a beragadó Genex pedig semmit nem tehet, jó a lövés a háttérben egyébként Jim-től, de a sárkányt is behúzta, micsoda! Egy nap, két hatalmas zsinlopás. Egy wow. Baromi sárkány már volt ma. Oké, akkor Jesu ezt kb. Szólóba hozta ezt a fájtot az SK-nek. Külső torony is van, úgyhogy arra már nem tudnak rámenni. Ugye megpróbálják kitörölni Odoamnét, viszont ha nem ő hal meg, hanem Gilius! És Jesu is csatlakozhat hozzá, viszont éppenséggel még túlélte. Fritz is menekül, és megérkezik Sertus, aki ugyan ultizik, de Marrangot nem olyan könnyű felrobbantani még ultimában, végül csak sikerült. Nagy nehezen. De nincs vége, oda nem repülik az egekbe a midest, és ott a lövés Jinx-től, de nem elég, jön LeBlanc a háttérben, flash és autóattack, de az sem volt elég, hogy befejezze, és nézd, mit csinál az a komp, bam, 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 lő, mint az állat,
és gyakorlatilag ennyi dolga van, hogyha le kell követni az ellenfelet. Sertus kapott még egy lövedéket, viszont mennek vissza, hogy a baronnason erősítse a minionokat. És ezzel pedig a rogue valószínűleg a végéhez közelíti a játékot, ugyanis meghalt Sertus, és nincs ki megvédje. Genex és Gilius nem lesz elég, hogy ezt a játékot megmenthessék, így pedig éppenséggel Lars. Ez még egy biztos rajtaütés, nincsen flash-e annak a Corkinak, menni kéne, sőt már régót kellene lenni, és meg lesz. Nem tud, így nem biztos, Jankos érkezik, Brokemlinek nagyon kevés életreje van, a lassítás nem rossz, és Markuri nem tudta bevinni egyébként a sebzést, Brokemlin pedig túlélheti, Jankos fordulhat vissza, Brokemlin nem tud sokat segíteni, viszont az érkező Caps az sokkal komolyabb probléma, Flash és LeBlanc kombó, viszlát Markunk, köszönjük a részvételt, Finn, te is itt vagy, akkor mi lenne, hogyha az erszényembe vándorolna az arany, amit érsz? Jó gyerekek, második borzalmas hiba. Folytatjuk, Flekedék nem igazán akarják ezt feladni, érvén nagyon rossz helyen van, és az bizony elég lehet. Jinx ulti, még megpróbálják a kifárasztáson túlélni, sikerül Patrikot kifárasztják, hogy véletlenül tényleg vissza. Fleked viszont kibírja ezt a sebzést, ezt most szerintem érvén egy kicsit benézte. Ott vette fel Broken Blade, ha jól látom. Jön is bizony oldalról Broken Blade, jön megint a GP ulti, megpróbálják Jankos megfogni, nem sikerül. A háttérben fekített bünteti egyébként a jungler, de nem lehet őt sem leszedni, és az első halott nyugdák. Jankos nagyon jól bírja, három ember zónál az egyedül, miközben kivégezte egymást, hát a Finn és Broken Blade. Sok kicsi front, ahol lett egy döntetlen, egy G2 win, meg egy Excel win. A trade-elték el gyakorlatilag, Caps pedig a visszavonulás útját akarja ezt akadályozni ebben a helyzetben. És jön a sorozat Patricktől, viszont nem sikerül Capset eltüntetni. Broken Blade Markunt kapja terébe, Patrick nagyon rossz helyen van, ki kell jönni onnan, Patrick nem bírja a sebzést! Júj, de nem bírja a sebzést! Ezzel pedig három ember halt meg az Excel-től. Próbálja Jankos előre menni, de mögötte csak Broken Blade van. Finn tud menekülni, nagyon szépen lőtti ki azt a hordót, itt pedig Finnnek annyi, ő sem érheti túl, és nyugdak is bekapja a W-t Jankosztól. Ezzel pedig le fogják ászolni az Excel-t, ami csak azért nem kis tetiszta, mert valahol Caps közben meghalt. De nagyon magabiztos lépés a G2-tól. Caps úgy halt meg, hogy amikor beugrott, hogy lesebezze a fél csapatot nulla életerőre, megnyitják a bázist, és közben elmehetnek az ősi sárkányra. Ha azzal tudnak endelni, az már teljesen. Miközben volt itt egy pillanatnyi kezdeményezés lehetőség, de Jankos körül forgott az ultia, viszont Markon befordul, és megint Flektet akarják elküldetni, nem sikerül Brokram, itt fogja meg a sebzést, ő pedig beáldoztatná magát, a Caps nem töröl neki mindenkit mögül le, és ebben a helyzetben viszont Targamas és Jankos dúlja maradt egyedül Finnnel szemben, ami távolról sem biztos, hogy elég lenne a gépére, hiába 2v1. Tépen játszott az Excel szerintem. Hogy kilőtte a ultiát, ami Gangplank ultim rá, akkor meg börztölni a sárkányon a néző, kiviszi el, megvan! Jankosnak nem remeg meg a keze, és be tudja húzni az Excel-től. Jankos még egy flagmas topfelület is használ, ott áll Lulu ultiban, még életben is van, és meghalt a hátrányban, érvén teljesen szétesik az Excel. Nem tudják megtartani ez ellen az ősi sárkány erősítés ellen a harcot, és tudjuk, hogy az baromi nehéz is. Patrick próbál életben maradni, de erre nagyon kevés esélye van, köszönjük szépen a részvételt, viszlát, a sárkány elviszi majd nyugdakot is, és ezzel, hogy Jankos jó ütemben érkezik, Smite-tól hozza be a sárkányt, meg lesz a vinnye a G2-nak. Most Latan nem jó pozícióban. Hát nem. Onnan a nincs kiútnak az első része lehetne, viszont egészen jó a sebzés, de aztán végül csak ott marad Latan. És Mersa is, aki érkezett neki segíteni, hasonló problémákkal küzdik lévén, hogy elveszítette az életét. Kirítet el lehet fírelni, és ez sok lehet, ugyanis jó helyről érkezik Zanzara. Jó a kábítás is. Kirít, hogy felroppan. Ezzel nagyon szépet játszott, nem? Hogy olyan úgy sem vesztek észre, tök mindegy. Zlatan ugrik befelé, és itt a kombó, amit kértél, parancsolj, Darcy. Frissen, melegen tálalva. Azt a szerviz azért van. És látod, tényleg nem kell nekik. Vettett pozíciója most ehhez egyébként jó. Jó helyzetben érkezik. A Jhin elve nem kéne belemenni, így van, de még így sem rossz. Ott van Vex, és arra jön rá a Kennen ulti. Instant felrobbant Zlatan, és Mersa is követni fogja ezen sorsában. Plusz a sárkány is megvan az Astralisnak. Na nézzük, most elkapják-e viszont, Mersa-nak van ultia, én ezt szerintem nincs kiút. Itt gyakorlatilag Promiscue Lanternje nagyon későn érkezhet, na, az meg lehet, ohó! Mégiscsak volt kiút, jön egy teleport, a Misfits nem a legjobb pozícióban, de jött Hirit tudja leszedni, megjött Fightnet, nincs, de van ultia lassan, de még nincs meg, miközben a háttérben Hirit kizavarja az Astralist, és ezzel szétesik a teljes Astralist kompozíció, Zanzarát még kihúzza Promiscue, és ennek köszönhetően nem halt meg ő is. Ez pedig egy szép hook, és egy Promiscue halál.
igaz? Na nézzük, itt is van a kombo, amit kértünk. Kobi meghalt, ezt nem éli túl. És Jinx nélkül nincs elég sebzése az Astralisnak, hogy ezt a fightot megnyerje. A legjobb pillanatban a legjobb körmendes letám. Nem sajnált semmit, befessett, beultizott és kitörölte. Whitenet-nek haza kell tépéznie, hogy nehogy beendeljék őket. Vagy? Fordulnak ki, teljesen megnyomták az all-in gombot, de nincs itt promiscue. És halott Kobi, nincs mögöttük lévő Jinx, aki sebzést osszon ki. Dior meghalt, ezzel pedig eldőlt a meccs, kedves Darcy. Promiscue-nak is lőttek Zanzara, ott Pascal és munkázik, de mit csinálhat? Semmit az égvilágon. Végül több mint 40 perc kellett a Misfits-nek, és nagyon durván izzadság szaga van. De megcsinálták. Elverték az Astralist, és Manoid jön. Itt váltogatja a kártyákat, ott van a sárga. És szinkrofot kéne eltalálni, sikerült. Megjött Tirisszak, nem dob fel senkit, nem használja az ultiát. Manoid nagyon nagy bajban lehet, ki kéne? Nem kéne. Nem tudjuk feselni. Gyakorlatilag a Fatik nem tudta, mit csináljon. Stop. Szóval, Darcy. Ha jól látom, agresszív a kapcsolat, rendesen részt, bemegy és szétrobbantja a csapatot, viszont éppen sikerül, ez nagyon jól jöhet ki, X-Fotinek kell menekülni, Humanoid be tudott, illetve hát meghalt Adamnek köszönhetően, viszont nem tud a BDS semmit csinálni, Synchro egyszerűen nem tudott csatlakozni ebbe a harcba. Teleportos Dariusszal a Ghostossal szemben ez a legnagyobb probléma, egy csapat hal. Jön egy szép ingés, viszont nagyon jól kértek a sebzést, és nézzük Healy Sangot, Jézusom, kicsit az egész tímet, és nem tud teamfightolni a Fnaticekkel szemben. A BDS gyakorlatilag megint kikaptak. Viszont Humanoid megy előre, jó aztán, jó a sebzés, XPT nem bírja, Rezorgban jött egy jó KS-re, és ezzel meg is van a gyilkosság. Mondani, miközben Humanoid próbál támadni, jó a support item használat, de nem tudnak tovább menni, és mondani, hogy nem akart flash-elni, miközben Wunder oldalról flankel, Edemmel kerül 1v1-vel, hátra a csapat végül segít, így Wunder könnyen belehalhat, és ott a reset, amit mondtál, Humanoidra mehetnek tovább, nézzük, mit csinálhatnak, Rezorgot próbálják leszedni, Rezorg ezt túléli, viszont utána mégiscsak meghal, hiába élte túl a Darius ultit, és ugyan lőtt hátulul a szedben, nem tudok mit csinálni, Synchro saját ultiával közlekedik, majd pedig megy előre, és nem megy sehova végül, Edem viszont érkezik a háttérben, ne felejtsd, de nincs gyorsítás. Nem hiszem, hogy ő tud chase-elni, Synchrofnak több esélye lehet, miközben szép, aztán sebzés, Edem nem bírta ki, megjött limit, nem tud mit csinálni, nagyon szépen csapdázott a Fnatic, és egy visszatérő Synchrof, akinek ugye őrangyala van, de nem talál a lánccal, és abszett így is meghal a patron, ami W-nek köszönhetően még egy halott Humanoid nevéhez köthető. Humanoid halálával Hiriszeg maradt egyedül